üdvözlöm a gumiszagra ide gyűlt nézőket! A Milestone 2017-ben is kitett magáért, ami csak abban az aspektusában igaz, hogy ezerrel tolja kétes minőségű játékait az arcunkba. Az MXGP 3-on már túl vagyunk, de a MotoGP sem kerülhette a sorsát, azonban kár, hogy itt nem történt semmi változás elődjéhez képest. Az MXGP legalább már motort váltott a motorok alatt, viszont a MotoGP még nem kapta meg az Unreal 4-es engine, sőt a tavalyi Valentino Rossi-s verzióhoz képest most csak a MotoGP szezon kapjuk meg. Míg legutóbb azzal próbáltak fejlődést imitálni, hogy a rallizást is ötvözték a motorozással, és Rossi karrierjének minden pillanatát átélhettük, addig most csak egy egyszerű, hivatalos és totál középszerű mocis címet produkáltak. Na de nézzünk kicsit jobban a karosszéria alá, mert ezúttal a főmenüből elérhető egy kis érdekesség is a karriermód indításán felül. Ha úgy tartja kedvünk, a versenyek mellett menedzserkedhetünk is, így a futamok közben, mert itt is nekünk kell lenyomni a versenyeket, lehetőségünk van a pénzügyekkel is foglalatoskodni. A népszerűség és a pénz a két legfontosabb összetevő a csapataink esetében, utóbbit pedig fejlesztésekre, mérnökök szerződtetésére és versenyzőink trenírozására költhetjük, de a szponzorokkal kapcsolatos feladatok is ránk hárulnak. Egészen jól el lehetne pötyögni a menedzserkedéssel, ha nem lenne összecsapva az egész, és a furcsa hibák vagy a szerződésekkel való macerák nem keserítenék meg az életünket. Ha csak simán versenyeznénk, vagy égetnénk egy kis gumit egy haverunkkal osztott képernyőn, esetleg online veretnénk, akkor 5 különböző osztályból válogathatunk magunknak versenyzőt a saját magunk által létrehozott pilótán felül. A legalacsonyabb Red Bull Rookies Cup mellett megtalálható a Moto3, a Moto2 és természetesen a MotoGP felhozatala is, ráadásként pedig kapunk jó néhány klasszikus legendát is, akivel dülöngélhetünk kicsit az aszfalton. Az első gyakorló időmérő köröket, sima versenyeket és a karrierem kezdő futamait kénytelen voltam ismerkedéssel tölteni. Valami megváltozott a MotoGP kapcsán. A segítségek kikapcsolásával ugrottam fejest a játékba, és vért izzadtam, mire ráéreztem a fenevadak kezelésére. Bekeményítettek a fejlesztők, és a jókora sebességérzet mellé még mesteri precízséget is megkívánnak ahhoz, ha eredményesek akarunk lenni. Persze, ez főleg az erősebb gépek esetében jelentkezett csak igazán. A mesterséges intelligencia eléggé gépiesen dolgozik, dönget a nyomvonalán, így ne lepődjünk meg, ha betámasztva egy kanyarban rövidebb féktávval próbálkozunk előnyre szertenni, és belénk száll egy másik versenyző. Ha más ívekkel próbálkozunk, a gép felelőtlen magatartásával is számolnunk kell, nem fog cicózni, oda teszi a vasát. Még szerencse, hogy van visszatekerés, mert az elején sok hibázásra lehet számítani, az erősebb osztályoknál már keményen koncentrálni kell a fékgázjáték mellett a kanyarívekre történő megfelelő érkezésre, ráadásul a kanyar és sebességjelző segítségére bőven rá kell számolni, előbb kell a fékbe kapaszkodni, talán jobb is kikapcsolni és inkább megtanulni a pályákat. A vízes aszfalt még nagyobb körültekintést igényel, itt kisebb szögben megdőlve is ésszel kell bánni a gázkarral, mert azonnal ledob a paripa. A MotoGP grafikai megvalósítása kapcsán már olyan mértékű elmaradottságról beszélhetünk, amit szégyen ebben a formában piacra dobni. Az istálokban látható mérnökök viaszbaba karikatúrája és ruházatainak anyag megvalósítása egyszerűen kritikán aluli, de az egyébként alapból gyönyörű helyszínek és pályák is totálisan unalmasak és semmit mondóak. Még az időjárás sem képes feldobni őket, az esősborult atmoszféra csak tovább ront az összkép kopott a sósdi látványán. A pályaelemek banálisak, a táblákon fizikális reakciók nélkül keresztül száguldunk, a kavicságy egy sima textúra, hogy a fű is, de a legmegdöbbentőbb, hogy a nézőtéren sprite-szerű alakok vannak felsorakoztatva. Pedig maga az irányítás és a pályák modellezése egy egészen jó alap lenne. Tanulható, kihívásokban is bővelkedik, jól paraméterezhető a rendszer, és az egyes pályaszakaszok alaposan próbára teszik az ügyességünket, hát csak az a fránya végleges összképest nagyon gyatra képet a gép intelligenciával és a vizuális megvalósítással. Az alapjátékmódok és a többjátékos lehetőségek, mint az online futamok vagy az osztott képernyős gumiégetés, még a menedzser opcióval kiegészülve is borzasztó kevesek, elvégre a Rider széria és az előző rossz játék kapcsán is jóval több lehetőségünk volt a száguldozásra. Egyébként meg kell, hogy jegyezzem, sokszor elég nehezen állnak össze az online futamok, nincs elég játékos, ketten-hárman malmoznak egy lobbiban, és a netcode is elég bizonytalan, volt, hogy futam indulására visszakaptuk a menüképernyőt.
A MotoGP 17 esetében a segítségek kikapcsolásával sem lehet azt mondani, hogy erősödne is valamicskét a szimulációs megközelítés, de minden esetre komolyan kell venni a vezetést, a gép csak gép, szemernyi emberséget sem mutat, meg kell dolgoznunk a pozíciókért, és meg is kell azokat tartani. Az időjáráshoz és a köbcentikhez igazodva kell viselkednünk a pályán és a gázkarral, az árkád versenyek kedvelőinek viszont nem árt majd igénybe venni a segítségeket. Az új motorhangokkal audiofronton is tapasztalható egy kisebb fejlődés, de összességében még mindig hatalmas az elmaradása a Milestone-nak. Amíg ott van az emberben az az érzés, hogy lebegnek a motorok az aszfalt felett, addig bőszen lehet még polírozgatni, és sajnos a 17-es kiadás kapcsán is megvan ez az említett érzés. Vajon meddig tudják még húzni ebben a formában, és közben feszíteni a játékosok idegszálát? Hát, nem is tudom. Számomra ez idén nem ér többet 5, esetleg 6 bukós isaknál a 10-ből. Köszönjük szépen figyelmeteket! Sziasztok!